A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Pedagógus nap közelettével olyan vendégeket hívtam a mai műsorba, akik ezen a területen dolgoznak, kisebb és nagyobb gyermekekkel foglalkozó intézmények vezetői a mai vendégeink. Itt van velünk Zelenák Adrien, a belvárosi Brunswick Teréz óvoda és a Tulipános óvoda intézmény vezetője. Szeretettel köszöntelek. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Itt van velünk Tóth Péter, a Munkácsi Mihály Általános Iskola igazgatója. Köszönöm a meghívást. És szeretettel köszöntöm Szomor Andreát is, a Bugát Pál Technikum vezetőjét. Köszönöm szépen a meghívást. Megbeszéltük, hogy megbeszéljük majd a titulusokat, mert hogy egy kicsit hivatalosabban is meg lehet ezeket fogalmazni. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Ezt minden műsor elején el szoktam mondani, hogy az a célja ennek a műsornak, hogy azokkal, akikkel így híradásaink során, interjúk során gyakrabban találkozunk, azokat egy kicsit jobban megismerhessék a nézők, hiszen nagyon sokrétű a ti munkátok. Úgyhogy én azért örülök, hogy most van nálunk egy óvoda vezető, egy általános iskola vezető és egy középiskola vezető, hogy egy picit ezekről az intézményekről is tudunk beszélgetni, és hát az ott folyó munkáról is, és rólatok is. Kezdjük azzal szerintem, hogy mielőtt elkezdtük a műsort, illetve ennek a felvételét, csörgött a telefon Adriántól, hogy jaj, egy kicsit kések, mert helyzet van nálunk az óvodában, de már megyek is, és akkor mondtad, hogy mentő érkezett hozzátok. Ezt elmeséled? Már csak azért is, mert a kezdésnek Igen. is el lehet ezzel mondani, hogy mennyire egyrészt felelősségteljes a ti munkátok, másrészt az, hogy mennyi minden történhet egy nap nálatok. Igen, nyilván, hogy azért a személyeket nem érintve, de el szeretném mondani, hogy azt szoktuk igen mondani, hogy minden pillanatban nagyon nagy a felelősség rajtunk, és tényleg bármikor bármi történhet, tehát hiába figyel az ember, néha ugye a szülők is érzékelik, hogy amikor otthon csak az egy vagy a két kisgyermekre kell figyelni, akkor is előfordulhat bármelyik pillanatban, még akkor is a baj, hogyha ott állunk a gyerekek mellett, és nyilván, hogy most is ez a helyzet állt fönn egyébként, hogy az óvónénik ott álltak a játszóeszközök mellett. Ahogy ugye közeledik a nyár, azért ugyanúgy, ahogy mi felnőttek érezzük azt, hogy elfáradtunk bizony ebbe az évbe. Hiába van az, hogy ugye nyilván, ahogy most már azért az óvodában is a ballagások, anyák napják, az évzárók lassan véget érnek, és sajnos pont ma lesz az utolsó, és pont ennek a kisgyermeknek a csoportjában lesz az évzáró és a ballagás. És hát nyilván izgulnak, nem figyelnek annyira oda. Szerencsére egy nem olyan túlzottan nagy játszóeszközről esett le, és azt gondolom, hogy talán nagyon nem lesz nagy a baj, de nyilván, hogy ezt majd a kórházi röntgenek és orvosi szakvélemények után fogjuk tudni biztosan kijelenteni. Meg nyilván, hogy ilyenkor az a feladatunk, hogyha ugye a gyerekkel meg is történik a baj, akkor ugye rögtön értesítjük a szülőt, meg mindenképpen azért, amikor valamilyen eszközről leesünk, akkor azt érezzük biztonságosnak, hogy mindenképpen, ha a mentősök is úgy gondolják, mert nyilván, amikor fölhívjuk őket, elmondjuk, hogy mi történt, akkor ők is kijönnek, és nyilván itt is az történt, hogy befektették azért őt egy stabil ágyba, és nyilván most így elviszik majd a sürgősségire, ahol majd a szakorvosok megvizsgálják, megnézik. Szerencsére az anyukája is nagyon gyorsan ideért, úgyhogy meg nyilván mi is azon voltunk, hogy minél jobban megnyugtassuk őt, úgyhogy mondtam is neki, hogy ilyen guruló ágyban még senki nem utazott, úgyhogy reméljük, hogy mert hogy ő azon gondolkodott, hogy úristen, hát az óvodában szűkek a folyosók, hogy fogják kivinni a mentősök őt az ajtón? Tehát nem a problémájában volt elfoglalva, meg nyilván azzal, hogy az anyukája ott legyen mellette, úgyhogy én innen is kívánom nekik, hogy minél ne kelljen sokat várakozniuk, és remélem, hogy nem olyan nagy probléma történt. De én, ahogy téged elnéztelek, így nagyon könnyen veszitek az ilyen jellegű akadályokat, illetve hát, hogy hamar túl kell ezeken a dolgokon lendülni, ugye? Igen, nem veszük könnyen, csak ugye nyilván, hogy mi egyébként utána kezdünk el ezen az egészen filozni. Tehát én is most, hogy ide értem, ugye éreztem magamban azért azt a feszültséget, de mondtam, hogy most én is még beülök az autóba, tehát most még nyugodtnak kell lennem, meg nyilván a saját óvónénie is, ahogy ugye a mentősök kimentek az ajtón, akkor zuhant úgy rá az a felelősség terhe. Meg nyilván, hogy azért még nem tudjuk, hogy mi történt, tehát hogy majd azért igazából akkor fogunk megnyugodni, amikor meghalljuk, hogy remélhetőleg nem történt semmi olyan nagy probléma, ami mondjuk egy maradandó
sérülést vagy károsodást is okozhat, úgyhogy, de igen, ez a mindennapjainkat egyébként áthatja. És szerencsére nagyon ritkán fordulnak elő, tehát hogy még most is azt mondom, hogy annak ellenére, hogy azért a játszóeszközökön össze-vissza mennek a gyerekek, és nyilván, hogy minden egyes udvarra menetelkor már fejből fújják, és minden egyes alkalommal elmondatjuk, ugye az óvónénik elmondatják velük, hogy mire kell odafigyelni, mit nem szabad csinálni, és amivel megjátszanak, mit szabad vele, annak ellenére, hogy nyilván, hogy vagy megcsúszik, vagy nem tud odafigyelni, meg hát mondom, azért ez a fáradtság is még mindig ráteszi sajnos a bélyegét. Nem akarnék túl sokáig ezen a témán maradni, hogy negatív dolgokról beszéljünk, de azért most már, hogy akkor menjünk végig, hogy általános iskolában mennyivel biztonságosabbnak mondható a környezet, vagy mennyivel tudnak jobban odafigyelni magukra, mennyire fordulnak elő hasonló helyzetek? Nekünk az idejében volt egy átadó ünnepségünk az alapítványunk kezdeményezésére, főtámogatásával, az önkormányzat segítségével és a tankerület segítségével egy új játszóteret adtunk el. Polgármester úr előtt elmondtam, hogy rettegve vágytuk ezt a pillanatot, mert egyrészt szükség van erre, hogy ne ingerszegény környezetbe nőjenek a gyerekek fel, mozogjanak. Lássuk be, ezek a játékok nagyon vonzóak, nagyon inspirálóak, és tényleg tökéletesen átmozgatják a gyerekeket. A tanórák után erre különösen nagy szükség van. De ahogy kolléganő is elmondta, iszonyatosan sok veszélyt is rejtenek, és hatalmas felelősséggel jár, és elmondom, hogy két egyforma eset még nem volt. Nem kezeljük mi sem könnyen ezeket a szituációkat, viszont rutinosan, tehát megvan egy protokoll eljárás ilyenkor. Ez a mi esetünkben minden alkalommal úgy történik, hogy előbb a mentőket és utána a szülőket. És hát természetesen a mentők által a gyerekek soron kívüli ellátásban részesülnek, tehát gyorsabban átmennek a kötelező vizsgálatokon. Szerencsére súlyos balesetünk nem volt. Balesetünk volt, több is az idén, de súlyos baleset nem volt. Jobb félni, mint megijedni, elvét valljuk. Andrára nézek most, aki zöldben ül, kicsit így az egészségügy jut róla eszembe, és hát ugye te hát több mint 30 évet lehúztál így az egészségügyben, úgyhogy szerintem te nagyon sok ilyen esettel találkoztál. A bugádban azért, hogyha történik, ne adj Isten valami, ott azért nagyobb gyerekekről van szó, akkor mennyire tudnak ők hirtelen ott a tanultakat felhasználva mondjuk segíteni egymáson? Van-e ilyenre példa? Hát azt mondhatom, hogy igazából, hogy a sportbalesetek azok, amelyek jellemzőek az iskolában, azon kívül egyéb más rosszulétekkel találkozunk. Ez a beszélgetés előtt szó volt itt a járványhelyzetről, ami ugye az online oktatást vonta maga után, és ennek a következményeit érezve 9.-10. évfolyamban előfordul, hogy szorongások miatt, megfelelni akarás miatt vannak problémák, olyan rosszulétek, amelyekhez elsősorban az egészségügyi munkaközösség kollégáit riasztják a közismeretes kollégák, és hát gyakran előfordul sajnos, hogy mentőt kell hívni ezekben az esetekben. A baleseteket azt mondhatom, hogy szerencsére ritkább esetben fordulnak elő. Tegyük is félre ezt a baleset témakört. Igen. Egy picit beszéljünk arról, hogy ugye műsor címe adja nálatok Mizu. Az iskolában most mi újság van, ugye mindenhol évzáróra készültök, gondolom, és jön a nyár. Hol tartunk? Ugye most ballagás van az óvodában, de jön az iskolában is, meg mindenféle, hát most pontot tesztek ugye az év végére. És aztán kezdődik előről, gondolom, a ti munkátok, mert ugye szeretném, ha egy picit majd erről is beszélnénk, hogy nagyon sokan tévesen azt gondolják, hogy hú, a tanároknak, meg a pedagógusoknak mennyire nincs dolguk. Hát az óvodapedagógusnak pont van nyáron is. És hát a többinek is van, hiszen ugye azért folyamatosan adódik nyáron munka. Lehet, hogy van néhány hét leállás, de azért ott is van munka. Beszéljünk egy picit erről, hogy mi van most nálatok. Általában itt az óvodában azért, amikor június 15-én bekövetkezik az iskolákban a tanév vége, vagy az utolsó nap, akkor még azért nálunk is úgy történik, hogy azért a június az majdnem teljes létszámmal működnek az óvodák. És nyilván, hogy most az elmúlt években azért az önkormányzat is fölmérte azt a tényt, hogy
A nagymamák szerencsére még nagyon fiatalok, meg a nagypapák, tehát még dolgoznak, és ugye a szülők is dolgoznak. Tehát az, ami régen megszokott volt, hogy több hónapra zártak be az intézmények, ez ma már nem működhet sajnos, és így tényleg csak 2 vagy 3 hétre van egy-egy intézmény most bezárva, tehát igen, meg kell osztani, az óvónénik is dolgoznak tulajdonképpen egész nyáron, csak hát ők is azért néhány helyet, 2-3 hetet talán azért igyekszünk úgy szabadságra küldeni őket, hogy azért legyen egy kicsit hosszabb időintervallum arra, hogy ők is azért kipihenjék magukat, és majd szeptemberben újult erővel tudják a munkát kezdeni. Meg hát nyilván a csoportok létszáma is csökken, tehát azért júliusban körülbelül olyan fél gőzzel dolgozunk, mert hogy akkor a gyerekek egy része már elmegy nagymamához, vagy éppen a júliusban is történnek a családi nyaralások is, és augusztusban még egy kicsit jobban lecsökkenik a gyermek létszáma az óvodákba, és ilyenkor nyilván, hogy a székhelyi intézmény, ha éppen szabadságon van, akkor a tagintézmény látja el a gyermekek felügyeletét, vagy éppen fordítva. Úgyhogy, és hát a nyár az azért nálunk is nyár, mert hogy akkor tényleg tulajdonképpen az udvaron töltjük a mindennapjainkat, és próbálunk nekik egy kicsit olyan strandos, meg egy kicsit vizes, meg egy kicsit sározós, homokozós, és nagyon-nagyon jókedvű napokat biztosítani, tehát hogy tényleg az van, hogy ilyenkor fürdőruhát is hozunk, törölközőt is hozunk, futunk a slag alatt, meg nyilván a párakapu alatt, és hát nyilván, hogy akkor ilyenkor nem csak azok az udvari eszközök kerülnek elő, amik egyébként a hétköznapokban a nevelési év során, hanem ilyenkor külön még vannak olyan tevékenységek, amiket szervezünk a gyerekeknek, vagy néha mondjuk egy kicsit dramatizálunk, bábozunk, együtt kézműveskedünk, tehát próbáljuk mi is egy kicsit, akik kénytelenek ott lenni az óvodában, ő nekik egy kicsit színesíteni az életüket. Péter, nálatok is jön az év vége, másfél-két hét van már most már az évből, és hát nem tudom, nálatok most éppen ugye ballagás is gondolom lesz, és hát ugye általában a legtöbb iskolában azért szerveznek táborokat is, nálatok hogy lesz ez most? Én egy kettesével számoljuk az éveket, tehát igazából nem szeptemberig nyúlunk vissza, amikor értékeljük az évet, és megpróbáljuk lezárni a tanévet, hanem ebben már beleszámít a tavalyi évünk, az előtti, hogy a Covidot követően ránk tört, amire egyébként számítottunk, egy jelentős nyugdíjazási hullám. Tehát mi azért 4 év alatt 11 kollégát búcsúztattunk el, azért ez egy tantestület esetében ez egy jelentős változás. Tehát igazából ez a kettő olyan volt, hogy ebből a Covidra nem számítottunk, a nyugdíjazásra készültünk, de ez egy igen nagy kihívás a kollégák számára, megtalálni azokat az embereket, akikkel a továbbiakban is az iskola értékei mentén, szellemiségében jó csapatként tudunk dolgozni. Egyébként pedig a munkaerőhiányjal kapcsolatos problémákkal, ugye sajnos nagyon sokan tisztában is vannak, de jó dolgok is történtek, és ugye amikor kérdezték pár héttel ezelőtt társaságban, hogy mi újság velünk, hogy vagyunk, és mondtam, hogy hát szerencsére nagyon rosszul, mert ugyanakkor elkezdték végre az iskolát felújítani, úgyhogy két ütemen vagyunk most majdnem túl. Az első ütem ugye egy uniós pályázat volt, ahol a tornaterem újult meg teljesen, a belső udvar egy része, illetve egy vizes blokk, de mindezt tanítási időben azért azt hozzá kell tenni, és hogy még humor is legyen benne, tehát a szünet, a tavalyi nyári szünet kitörését követően másnap a munkások is levonultak, és harmadikával, amikor jöttek a gyerekek elsőbe, újra fölálltak, tehát nyáron Isten ments, hogy dolgozzanak az iskolába, de ezt inkább humorra vettük, ragaszkodnak a gyerekekhez, tehát ezt mondtuk, hogy megszerették őket is minket. És hát természetesen most az önkormányzati beruházások kezdődtek el több iskolában, és ez is javában zajlik, tehát betonkeverő, cementpor, mindenféle gépek zajában próbálják a kollégák végezni, illetve a gyerekek próbálják koncentrálni órán. Azt tudom mondani, hogy nagyon jól alkalmazkodtunk a helyzethez, nagyon jól együtt tudunk dolgozni a különböző brigádokkal is, jó kapcsolat alakult ki, és igen, természetesen minden mellett a szokásos napi rutin, az éves rutin. Gyakorlatilag most a héten zártuk a kompetenciamérést, ami szintén újdonság volt, mert ezúttal ugye elektronikus kompetenciamérésekről volt szó, a megszervezése is teljesen új kihívást jelentett a kollégáknak. Tulajdonképpen túl vagyunk a középiskolai felvételiken, most már a utolsó hivatalos papírok beérkezését várjuk, de tudjuk, hogy most már a gyerekek nagyon szépen felvételiztek, és szokás szerint felvételt nyertek a választott iskolájukban, nagy megkönnyebbülés ez nekünk is. És hát természetesen még hátra van nálunk egy hagyományos záróvizsga a 8-osoknak, ahol az elmúlt 4 év anyagát összefoglalva készítjük fel őket az első 2 középiskola évre, hogy integráljuk, összefoglaljuk azt, ami esetleg szétcsúszhat,
és hát ez egy üdvözlő osztály és évfolyam kirándulások is zajlanak. Ugyanakkor nem kell titkolni, hogy azért a Covid alatt történt változások miatt az elmúlt két évben a szokásosnál sokkal több osztályozó vizsgára is kerül sor, amit szintén megszervezünk. Nekem most ez újdonság volt, ez a, nem tudom, ez nálatok rutin csak, vagy most így az általános iskolákban ez szokás, hogy 8. év végén vannak ezek a vizsgák, hogy tudnak majd aztán helytállni a középiskolában? Amikor elkezdődött ez olyan közel 23-24 évvel ezelőtt, akkor ezek ritkasság számba voltak. A mi intézményünk is egy másik intézménytől vett át kvázi, mint jó gyakorlatot. Én úgy tudom, hogy most már egyre több intézmény vezeti ezt be. Ennek a legfontosabb szerepe, én mindig el szoktam mondani a szülőknek, ez nem a regula, de ne legyünk álszentek, azt is el kell mondani, hogy a középiskolai felvételikkel gyakorlatilag ezek a fiatalok kvázi elérték a céljukat, és onnan azok a súlyos pár hónapok gyakorlatilag cél nélkülivé tudnak válni. Tehát kihívás, újabb kihívás, egy újabb cél van, de a legfontosabb mégiscsak az, és a visszajelzések is ezt igazolják, hogy ez az összefoglaló, ez az összegző vizsga, ez a rendszerező vizsga az, ami az első két évben gyakorlatilag nekik egy hatalmas nagy muníció. És visszajelzés is jön, hogy igen, hogy Edith néni, Judith néni, tehát ebből éltünk, egész évben ebből éltünk. És természetesen, amikor elkezdik ugye a középiskolai kollégák fölmérni a tanulókat, megnézni, hogy hol tartanak, akkor nem mindegy, hogy az ötödikes anyagot mondjuk Arany Jánost hány év múlva, hány év távlatából szedi elő. Mert hogy megpróbáljuk figyelembe venni a középiskolás kollégáknak az igényeit is, illetve azokat a tematikákat is követjük, ami alapján ők elindítják és viszik az első évet, minimum az első évet. A Munkácsiról köztudotti Székesfehérváron egy nagyon jó iskola, és mondtad a felvételit, mondjuk akkor most átkapcsolva így az Andreára, a Bugádba például jelentkeztek. Igen, a Bugádba is jelentkeznek, és számomra nagyon nagy siker az, hogy az elmúlt években egyre többen jelentkeznek a szakképzési centrum különböző képzéseire is, illetve most már az alapítványi iskolákkal is olyan kontextusba tudnak kerülni a szülők, belelátnak annyira a munkájukba, és mögöttük is van több évtizedes tapasztalat, hogy jó szívvel tudjuk nekik ajánlani, és választják is a szülők. Én mindig el szoktam mondani a szülőknek, hogy a fehérvári polgárok igen-igen jó helyzetben vannak. Én azt gondolom, hogy ilyen széles kínálat óvodai, középiskola, általános iskola és középiskolai szinten, én azt gondolom, hogy ritkasabb számba megy. Van, de nem általános. Azt gondolom, hogy ennyi specifikával ellátott iskola, tehát a reáltantárgyaktól a művészetekig, egy közel vagy alig 100 000-es városban, én azt gondolom, hogy ez igen-igen erős képzési rendszert mutat. Még azért maradjunk annál, hogy nálatok Mizu, most hogy álltok itt az iskola befejeztével, de akkor majd még arról is beszéljünk, hogy így a felvételi arányt tekintve tényleg milyen számban jönnek. Most hozzátok mennyire népszerű az, hogy mondjuk akár az egészségügy, de nyilván más szakok is vannak nálatok, más szakirányok, hogy mennyire népszerűek ezek. Akkor kezdem azzal, hogy az év vége az nálunk most körülbelül olyan, mint a gyáraknál, vállalatoknál a decemberi időszak, tehát valóban érezhető az, hogy mindenki nagyon-nagyon elfáradt már. Nekünk kezdődött ugye a ballagással, és utána ugye az írásbeli érettségivel, amelyek egészen június közepéig majd a szóbeli érettségivel folytatódnak, és közben ezzel párhuzamosan folynak a szakmai vizsgák, az egészségügy, a pedagógia, illetve környezetvédelem, vízgazdálkodás területén, tehát igazából egy nap több vizsgát is bonyolítunk. Ez mellett, ahogy Péter is mondta, mennek a különböző programok, osztálykirándulások, illetve az év vége felé próbálunk olyan programokat a tanulóknak biztosítani, amelyek egy picit oldják az egész évben felgyülemlet, akár feszültséget, akár fáradtságot, viszont mindenképpen úgy, hogy valamilyen élménypedagógiai módszerrel azért tanuljanak és vigyenek tovább valamit majd az iskolából. Itt emelném ki az emberré válás programját, amely tényleg egy olyan programsorozatot indított el az iskolában, hogy a tanulóink részt vehetnek konfliktuskezelés, konfliktus megelőzés, egymás elfogadása, közösségben való lét, iskolai bántalmazás megelőzése programokon. A rendőrséggel közösen egy olyan programsorozatot indítottunk el, ahol a felelős internet használatról hallgathatnak előadást a tanulóink.
Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezekkel tudjuk számukra azt biztosítani, hogy egy picit könnyedebbé tegyük az utolsó néhány hetet. És hát aztán ezzel így nincsen vége, jövő héten készülünk a szakmák utcájára, ami az itt Csiligetben lesz. Ott a szakképzési centrum iskolái fognak bemutatkozni, mindegyik iskola saját maga képzéseivel, illetve az általuk meghívott vendégekkel. Mi a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát hívtuk meg, és velük együtt fogunk ott bemutatkozni. A duális partnereink, legnagyobb duális partnerünk ugye a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, velük is folyamatos kapcsolatban vagyunk, hiszen a gyakorlatok most kezdődtek meg. A nyári gyakorlatok szervezése még folyamatban van, úgyhogy tanulóink ugye június végéig egyik turnusban, a másik turnusban pedig sajnos augusztus végéig kint lesznek gyakorlatokon. Ezután elindul a nyári táborunk, amit most először szervezünk meg az iskolában, nagyon, nagyon színes programokkal, ami gyakorlatilag a pályaorientációt fogja alátámasztani, szintén mindegyik szakirány nagyon színes programokkal, délután sportfoglalkozásokkal, ami reggel 8-tól délután 4-ig tartó elfoglaltságot jelent majd az általános iskolásoknak, 5. osztálytól, hát akár 8. osztályig várjuk a jelentkezőket, és akkor nekünk is remélhetőleg lesz egy kis pihenés, bár előttünk a tantárgyfelosztás elkészítése, illetve hát a jövő év szeptemberének, októberének az összeállítása, a programok megszervezése, úgyhogy... Arról még nem beszéltél, hogy mennyire népszerű, mondjuk akár az egészségügy, hiszen azért ugye ott is van egy kis hiány, és hát ugye folyamatosan kellene az embereket... potolni. A tavalyi évben elindított 2 9-es egészségügyi osztály. Egyik osztály 40 fővel indult, a másik pedig 37 fővel, és ezt most is elmondhatjuk, hogy ilyen nagyon magas létszámmal fognak indulni. A pedagógia, ami szintén nagyon népszerű, 2022. szeptemberétől okleveles oktatási szakasszisztens képzésé minősül, ami a régióban egyedülálló, és technikusi végzettséget kapnak a pedagógiai asszisztensek, ami egy újdonság, és itt is nagyon nagy a túljelentkezés, és ezt mondhatom el, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás az egy osztályt fog kitenni, de ott is 35 fővel fog indulni az osztály, és még van egy nyelvi előkészítő osztályunk, úgyhogy így 5 osztály indul. Hát azt gondolom, hogy mindegyik osztály teljesen olyan maximális létszámmal, hogy remélem, hogy tényleg jó szakembereket fogunk majd képezni. Akkor megnyugodhatunk, hogy lesznek emberek. Említetted ugye itt a következő évet, már a következő tanévet, és hát mindennyien említettétek egy picit a Covidot, nem szeretek már most már nagyon visszakanyarodni erre a témára, de egy kicsit muszáj, mert ugye, hogyha az új tanévre készültök, akkor gondolom, hogy A, B, C, Z verziókkal kell a fejetekben nekiindulni az évnek, hogy azért hirtelen, ha valami, nehogy Isten történjen, bár nem fog, akkor át lehessen hirtelen állni. A Covid időszaknak azért gondolom megvolt az a fajta pozitív hozama, hogy azért van mihez nyúlni, és vannak már olyan maradandó dolgok, amiket mondjuk átvettetek, és azóta is alkalmaztok. Az óvodában mondjuk nem tudom mennyire. Hát talán az egyik nagyon népszerű és könnyen kommunikálható eszközünk az maradt, hogy ugye akkor kezdtünk el a csoportoknak. Nekünk azért mindig az volt a fontos, hogy személyesen tudjunk kommunikálni a szülőkkel is, nem csak a gyermekekkel, de ugye nyilván, hogy ebben a helyzetben akkor mindenki csinálta a csoportjába ugye a külön arra annak a csoportnak a magán szféráját érintően a Facebook vagy Messenger csoportokat, és nyilván, hogy ezt megtartottuk, és ez most is nagyon jól működik, hogy az összes információt próbáljuk a szülőknek, azon kívül, hogy maradt a személyes kapcsolattartás is, azért a Messenger csoportokban is mindig mindenféle információt megpróbálunk kiírni, és nyilván ők is erre vissza tudnak jelezni, tehát ha éppen nem találkozik az óvónénivel, vagy nem ért el telefonon, akkor is azt gondolom, hogy itt ez egy nagyon jó kommunikációs forma, és hát nyilván, hogy azért most nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ismét tudunk találkozni, hogy a problémák, hogyha vannak a gyermekekkel, akkor azt személyesen meg tudjuk oldani, vagy meg tudjuk beszélni, meg
én azt is ugye ki szeretném emelni, hogy mi nagyon próbáltunk mindig nagy hangsúlyt helyezni arra, hogy az óvoda és a család között egy nagyon erős és személyes kapcsolat legyen, és nyilván, hogy én az összes kis csoportosoknak a szülői értekezletén, meg az összes szülői értekezleten is elmondom, hogy ez a legfontosabb. Tehát, hogy a mai világban nagyon furcsa az, hogy őszinték merjünk lenni, és hogy megpróbáljuk, vagy megosszuk egymással azokat a belső dolgainkat, amit azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy bárkire is rátartozik, és inkább magunk emésztjük a problémákat, és vagy esetleg majd a barátnőnkhöz, vagy éppen a játszótéri hasonló problémával küzdő anyukához fordulunk, és nyilván ezt mi szeretnénk egy kicsit átfordítani újból, hogy igenis azért az óvónéni a szakember. Tehát mindig azt mondom, hogy nyilván minden kisgyereknek a szülője tudja, hogy mi a legjobb neki, de néha azért a nevelési módszerekben nem mindig, és azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy ezt én el is mondom a szülői értekezleteken is, meg az egyéni fogadóórákon is, hogy nagyon nagy célunk az, hogy igen, őszintén el fogjuk mondani, hogyha bármi nemű problémát tapasztalunk. És szeretnénk, hogy a szülő ezt ne megbántásnak vegye, és azért is néha, hogyha olyan fogadóóra van, amit azt gondoljuk, hogy egy kicsit jobb lenne még az én személyemmel is alátámasztani, akkor én gyakran részt veszek ilyen fogadóórákon is, mert hogy tényleg egy a célunk, hogy innen, amikor az óvodából kimegy a kisgyerek, akkor legalább legyen annyira önbizalommal teli, mert nyilván, hogy ugye ez személyiségtől is függ, de hogy az iskolában majd merjen egyedül lenni, merjen segítséget kérni majd a tanítónéniktől, tanítóbácsiktól, tehát hogy tényleg, és hogy fölmerje vállalni azt, hogyha neki problémája van, vagy fölmerje vállalni önmagának a dolgait, tehát hogy tényleg erre próbálunk egy egységet alkotva a szülőkkel együtt közösen dolgozni. Úgyhogy, de egyébként még, hogy a Covid-nak még mi volt a nagyon nagy haszna, úgy látjuk, hogy az elmúlt évben megérkezett két teljes kis csoportosaink nagyon-nagyon tudnak önállóan játszani. Tehát, hogy nagyon sokszor tapasztaltuk azt régebben, hogy az első feladatunk a beszoktatás mellett még az is volt, hogy ugye a gyerekekkel egyáltalán a játéknak, mint örömforrásnak a szépségeit megmutassuk, és most nyilván, hogy ugye nagyon sokat voltak ugye egyedül a családban a gyerekek, és hogy ugye a szülők megtanították őket játszani, úgyhogy itt a beszoktatás is például a tavalyi év elején sokkal egyszerűbben ment, mert a tevékenységek vonzóak voltak a gyerekek, mivel hogy tudták, hogy mit várjanak tőle, és sokkal egyszerűbben ment minden. Most erről viccesen igen. Az jutott eszembe, hogy azt mondtad, hogy megtanították őket játszani, igen. Lehet, hogy inkább maguktól tanultak meg, amíg a szülők otthon nyomták a gépet. De érzékelhető az is most, és tényleg nagyon nagy dicséret a szülőknek, hogy érezzük azt is, hogy tudják, hogy a felnőttel is hogyan kell játszani. Tehát, hogy effektív, a 3 évesek néha nagyobb, vagy magasabb képességi szinten vannak, mert hogy akár elővették a társasjátékot, és azt ugye nem tudták önmagukkal, tehát ugye a kis csoportban még kellett azért hozzá felnőtt segítség. Péter, az iskolai új tanévről beszéltünk, és hogy készültök rá, illetve hogy vannak-e ilyen visszamaradott pozitív dolgok, amiket tudtok alkalmazni? Hát az az igazság, hogy nem figyelembe venni annak a lehetőségét, hogy egy ilyen eset bármikor megtörténik. Nem azért, mert pesszimisták vagyunk, hanem tanulva az előző esetből azt gondoljuk, hogy nem állt, hogyha ezt tartalékba meghagyjuk a következő évekre is. Az az igazság, hogy mi magával a digitális eszközparkkal és az eszközökhöz való viszonyunkban, én azt gondolom, hogy nagyon előjártunk már 2015-ben, amikor az élményinformatika programunkat létrehoztuk. De mint kiderült, ilyen helyzetben, tehát távoktatás, otthonoktatás, online oktatása, ez teljesen alkalmatlan volt. Tehát magát az online platformoknak ilyen irányú felhasználását, az gyakorlatilag ott abban a helyzetben egyik napról a másikra sajátítottuk el. Na most, hogy ennek vannak vitathatatlan pozitív tapasztalatai, és hihetetlen nagyot ugrottak a kollégák a digitális kompetenciák tekintetében országos szinten, világszintén, én azt gondolom, hogy ez már nem is kérdés. De nyilván rengeteg olyan dolgot le kellett erről fejteni tanulságképpen, ami nem volt jó, amit úgy érezzük, hogy fölösleges volt, vagy zsákutca volt. Hát azt gondolom, hogy minden intézmény túl van már ezeken a kiértékeléseken. A mi esetünkben pedig előremutató és nagy segítség, hogy az idejében a mi intézményünk is bekerült az Okos Tanterem programba, amivel nem csak további eszközparkfejlesztés volt, hanem kimondottan a digitális pedagógiai módszertan
ami egészen más volt, mint az élmény informatika programunk. Ez jelesül ugye azt jelenti, hogy most 6 kollega vesz egész éven át részt egy heti rendszerességgel megrendezett továbbképzésen, amit majd ugye óravázlatokkal, kiértékelésekkel fogunk lezárni. Majd a következő években egy komoly indikátor, hogy a jó gyakorlat belső hálózatosodás horizontális tanulás módszerével ezeket a kollégáknak átadjuk ezeket a tapasztalatokat. Tehát van 6 kollega, akik majd megtanítják a többi kollégát azokra, amiket egy éven át elsajátítottak. Tehát azt gondolom, hogy az azóta megteremtődött eszközpark, a meglévő tapasztalatunk, keserű tapasztalatunk a Covid-dal kapcsolatban, illetve ez a képzési év, azt gondolom, hogy elegendő arra, hogy most sokkal nyugodtabbak legyünk. De én továbbra is azt mondom, hogy már a Covid idején is láttunk olyan online órákat az ország különböző pedagógusaitól, hogy azt mondtam, hogy le a kalappal néztük, tanultunk belőle, de a legjobb ilyen online óra se tud a nyomába sem érni a személyes jelenléten alapuló oktatásnak. Tehát én azt szeretném, és azt kívánom mindenki, hogy soha többet. Nálatok hogy alakul akkor így ennek tükrében a következő tanév? Hát azt gondolom, hogy egy olyan módszer dolgoztunk ki, amellyel a későbbiekben is, ha ismét előfordul, hogy online oktatásra térünk át, akkor át tudjuk ezt hidalni. Viszont csatlakozom a Adrián és Péterhez, hogy nincs olyan módszer igazán jól kidolgozva, ami a személyes jelenlétet tudná pótolni, hiszen a szakképzésben a projektoktatás az elsődleges, amelyen megfelelő módon lehet a szakmát átadni. Ezt online módon, az online térben nem lehet megtanítani, nem tudjuk a kezébe adni, nem tudja összerakni, nem tudja gyakorolni. Igazából ez így nagyon nagy hátrány. Természetesen a többi tantárgyak tanulása terén is látható azért a változás. Látható, hogy nincsenek olyan eredmények, mint a korábbi években. Erre próbálunk a következő években felkészülni majd, és az én kollégáim is jártak különböző továbbképzésekre annak érdekében, hogy mindenféle olyan digitális módszert tanuljanak meg, amelyek könnyebbé teszik azt, hogy hogyan tudják átadni a tudást a tanulóknak. Viszont online gyakorlatozni meg nem lehet, nem ugye? Lehet. Úgyhogy ez egy elkerülhetetlen dolog. Gondolom, hogy akkor abban az időszakban nektek ez a gyakorlat megoldás, ez nem volt olyan könnyű. Ez nagyon nehézkes volt. Természetesen vannak olyan videófilmek, amelyekkel meg lehet tanítani, próbáljuk megtanítani, hogy hogyan kell felvenni egy steril gumikesztyűt, de az, amikor ott van, kibontja, ő maga felveszi, azért azt nem lehet pótolni. Uh-huh. Nem lehet pótolni. Hát igen, mondjuk egy tűt beszúrni sem lehet megpróbálni. Nagyon jó anyagok készültek, tényleg nagyon jó videók készültek az ország minden tájáról. Tényleg mi is így próbáltuk összeszedni azokat az információkat, amelyekkel így a kollégák próbálkoztak, és átadták nekünk. Mégis azt látjuk, hogy azért a gyakorlatot nem helyettesíti semmilyen videó, semmilyen anyag, amit így elküldünk a tanulónak. Adrián mondta, hogy a személyes kontakt a szülők és a pedagógusok között kicsit szorosabbá fűződött. Ezt a részét nálam, én legalábbis most, mint szülő mondom, két gyermek szülője, akiknek különböző iskolában jár a gyermeke, hogy valahogy az egy picit úgy eltávolodott, vagy nem tudom. Nyilván az, hogy nem lehet a gyerekek, illetve a szülőket beengedni az iskolába, ez nálunk megmaradt mind a két intézményben, hogy nem engedik be őket. Mondjuk a szülői értekezleteket megtartjuk ugyanúgy Teams-ben, de nem, nincs ez a szoros kapcsolat, ami mondjuk még amikor pici elsős volt, akkor be tudtam kísérni, és még ott voltunk. De lehet aztán, hogy talán a tanároknak így könnyebb is, mert azért minden nap lehetne sokat plusz időt erre fordítani. Nem tudom, én igazából forszírozom, és nem most már apránként bejöhetnek a szülők, illetve a szülői értekezletek, fogadórák már bent zajlanak az intézménybe. Én alapvetően azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ráerősített a Covid az írásos kommunikációra, ami egyébként is feltörekvőben volt, lássuk be. De én azt gondolom, hogy ez nem jó.
Nem csak azért, mert általánosságban egy nagy kincstári bölcsesség, hogy a személyes jelenlét az milyen jó, hanem azért, mert rengeteg problémát, rengeteg feladatot, tehát nem rossz értelembe véve mondom a problémát, de rengeteg problémát, feladatot kell megoldani a család és az iskola között. És ezek a problémák mindenkiben jó és rossz érzéseket is keltenek. És én mindig el szoktam mondani, hogy az olvasott szöveg az egy nagyon nehéz műfaj, mert hiányoznak belőle a mimikák, a gesztusok, a hanglejtések, és mindenki mindig a szorongásának, mindig az aktuális konfliktus megítélés, tehát abból a szemszögből projektálja az érzéseit egy olvasott szövegre. És én el szoktam mondani a kollégáknak is, meg szülőknek is, én el tudok mondani egy mondatot úgy, hogy mosolyognak rajta, de az leírva egy bizonyos kontextusban, abban a közegben az ellenségesnek hat. Tehát ha csak nem raksz egy pár smile-it mögé. Ha csak nem teszem ezeket a számomra nem szimpatikus vizuális idiotizmusokat mellé. De kétségtelen tény, hogy szükséges a szülőket rávenni arra, hogy lehetőleg személyesen jönnek. Úgyhogy én azt is kérem és várom a kollégáktól, hogy a szülői megkeresésekre, időpont egyeztetésekkel reagáljanak. Ne próbálják írásban kifejteni, hihetetlen bonyolult rendszerré fog válni. És lehet, hogy sokáig is fog tartani egy személyes találkozásat, pedig lehet, hogy 5-10 perc alatt megoldják ezt az egészet. És ami miatt egy kicsit még nehezebb, az, mert általánosságban is nekem ez a véleményem erről, de ez a long covid, ez a fajta frusztráció, ami most rajtunk van, és mindenki érzi magán, és nem csak másokon, tehát legyünk őszinték, és ne álszentkedjünk, hogy én nagyon nyugodt vagyok, és rajtam nem hagyott ez nyomot. Én azt gondolom, hogy ez még inkább egy kicsit fokozza azt, hogy nagyobb az esély arra, hogy írásban félreértünk szituációkat. Tehát továbbra is azt kérem, és azt javaslom a szülőknek és kollégáknak, hogy keressék egymást személyesen a telefon. Az e-mail jó arra, hogy egyeztessenek, felvetik a problémát, felkészülnek vele, és személyesen oldják meg, mosolyogva, artikulálva, gesztikulálva. Andrea, nálatok ez mennyire valósul meg? Én is pont így gondolom, még annyit hozzátennék, hogy szerintem az adott érzelmi állapot is hozzáfügg, hogy hozzájárul ahhoz, hogy én hogy értelmezem azt az e-mailt, függetlenül attól, hogy ott van mellette a néhány smiley, vagy nincs, de mindenképpen bennem van, igen. Benne van az én magam aktuális érzelmi állapotom, benne van az akkori feladatom, mit csináltam előtte, tehát sokféleképpen lehet értelmezni, tehát én is mindenképpen a személyes jelenlétet helyezem előtérbe. Azt gondolom, hogy a szakközépiskolákban az elmúlt években elmaradt szalagavatókat, ballagásokat nem lehet visszahozni, nem lehet pótolni, vagy akár egy bankettet. Nagyon nagy öröm volt, hogy az idén már meg tudtuk ezt szervezni, nem az egész iskolának, vagy nem az összes végzős osztálynak egyszerre, hanem osztályonként, de beengedtünk annyi szülőt a nagy tornaterembe, hogy akkor már ugye lehetővé tette a járványügyi helyzet, hogy bejöhettek így a szülők, és hát hosszadalmasra nyúlt a program, korán kezdtünk, és fél óránként osztottuk be az osztályokat, de megvalósulhatott. Ezután ugye megvalósult a ballagás is, ami mindenkinek nagy öröm volt, és azt gondolom, hogy a személyes jelenlét akár a szülőkkel, akár a tanulókkal az nem pótolható semmi mással, sem telefonnal, sem az e-maillel, tehát az a fajta kommunikáció az nem adja vissza valóban azt, amit ha mosolyogva vele szembe ül az ember, másképp fog tudni értelmezni. Beszéljünk egy picit arról, hogy ugye nem születtetek intézményvezetőnek egyikőtök sem, hogy jutottatok el idáig? Egy picit így menjünk körbe, és akkor egy pár mondatban azért beszéljük meg, hogy ki hogyan járta végig ezt a ranglétrát. Úgy tudom, Adrián, hogy te polgárdiból jössz, és orvosszülők. Igen, az anyukám volt orvos, vagyis hát mondjuk most is csak nyugdíjas. Én az a tipikus kislány vagyok, aki már 3 évesen vagy tanítónéni, vagy gyerekorvos, sőt csecsemőorvos, vagy óvónéni szerettem volna lenni, mert hogy nyilván az ember akkor már rögtön, hogy ha kimentem az utcára, és azért én Isztiméren töltöttem egyébként a gyerekkorom egy részét, azt, amikor még én 5-6-7 éves voltam, és hát ott akkor még az a szabadság, amit ugye most már mindig csak visszasírunk, hogy bezzeg akkor, amikor futottunk az utcán, meg nem jött arra autó, meg az árkot ugrottuk, meg az erdőbe mentünk, meg tehát, hogy én annak a résztvevője lehettem, meg hogy nyilván, hogy az ember akkor már érezte, hogy
amikor az a kis csapat velem volt, akkor én tudtam őket irányítani, tudtam játéktevékenységeket, tehát hogy az ember akkor gondolja, hogy na, tud akkor a gyerekekkel bánni. És hát nyilván azért az anyukám indítatására megpróbáltam azért én azt az orvosi egyetemet, de úgy látszik, hogy nem ez volt az utam, mert többször is jelentkeztem egyébként, de nem nyertem felvételt. És utána milyen akkor... orvosnak jelentkeztél volna? Mondom, gyermekorvos, jó, aztán gyermekorvos. Abból is csecsemőorvos szerettem volna egyébként lenni, és hát aztán akkor elkezdtem egyébként gyógyszerészkarra járni Szegedre, de azt mondtam, hogy az nem az én életem, és utána akkor gyorsan már kijött a következő úti cél, hogy akkor az óvónőképző. És azt is félig meddig nappalin, aztán már estén végeztem, mert közben elhelyezkedtem képesítés nélkül, és hát akkor teljesült a vágyam, hogy 97-ben a belvárosi Brunszik Teréz óvoda Brunszik egységében óvónéni lehettem a Köb Ferika mellett, akit azért említek meg, mert hogy azt gondolom, hogy én óvónének születtem egyébként most már főleg, de ő is nagyon nagy segítségre volt abban, hogy mindig azért azt mondom, akik most is mondjuk jönnek hozzánk akár gyakorlatra is, hogy azért az nagyon be tudja folyásolni az embert, hogy egy igazi óvónéni mellé kerül a gyakorlat során is, és tőle tényleg csak ezt a hivatástudatot, meg ezt az érzelmekkel telítettséget kapja meg, vagy tényleg esetleg a negatív oldalából is többet kap, de én az Erikától csak szinte pozitív dolgokat tudtam megtanulni. És igazából én most is óvónéni vagyok, én nem vezető. Tehát, hogy, és nyilván, hogy ezt a kollégáim is tapasztalják is, hogy nekem szükséges. Tehát, hogy én mindenhol ott szeretnék lenni, én az összes gyereket szeretném ismerni, és ismerem is egyébként, és a szülőket is ismerem, és próbálok velük nyilván nem a napi kapcsolattartásra törekedni, de hogy azért igen, egy-két hónap alatt megtanulom, hogy melyik kisgyereknek ki a szülője, és hát az, hogy bemenjek a csoportokba, és ott nekem odafussanak, és átöleljenek, és azt a szeretett gombócot megkaphassam tőlük, az nekem sajnos az adminisztratív munkám alapköve. Tehát, hogy én utána tudok elkezdeni, vagy közbe tudok működni. Tehát, hogy ez tényleg így van, hogy igen, valamikor elaprózom az időmet, és igen, valamikor többet vagyok ott benne a csoportokban, akkor nyilván, hogy tovább ott maradok, hogyha valami olyan dolgom van, amit nyilván időre kell elkészíteni, vagy este visszamegyek éppen, vagy nem tudom, de azt tudom mondani, hogy ez erősít engem. Tehát, hogy tudom, hogy sokan mondják, hogy ugye néha azért az ember nagyon el tud fáradni, és hogy azért a kiégés veszélye nagyon fenyegeti ugye a kollégákat, de egyszerűen szinte minden értekezleten ezt tudom mondani, hogy de a gyerekek itt vannak, ők mindig állandóak és örökek, és ők mindig a szeretetüket ki tudják mutatni, amitől az ember mindig újra és újra megrázza magát, és újra tudja kezdeni a mindennapjait. Nyilván, hogy van azért egy negatív oldala is, meg hogy én néha mondom azért nekik, hogy könnyen mondom én, bementem, ott voltam fél órát, nyilván ez nem mindig így van, mert hogy azért amikor betegségek vannak, mert hogy én elmondhatom, hogy az én óvodámban az összes óvónéni és Dajka néni megvan. Tehát, hogy nekünk nem kell szerencsére olyan sokat helyettesíteni, vagy csak betegségek kor, akkor én nyilván, hogy bevállalom, mert hogy szeretnék bemenni és óvónősködni egy kicsit a kötelező órákon felül is akár a gyerekközösségbe. De hogy azért nyilván, hogy a kollégáknál is, akkor mondom, hogy én nem felejtettem el, hogy milyen az, amikor azért a büdöskölök egy kicsit föl tudja az embert húzni, és hogy egy kicsit nem tud akkor annyira türelmesen nézni, és azt mondani, hogy hú, de gyönyörű hivatásom van, mert nyilván, hogy ez is előfordul, de én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó nevelőtestületem van, nagyon jó kollégáim vannak, akik képesek ugyanilyen vidáman és rugalmasan és dinamikusan végigvinni a napokat. Úgyhogy én csak tényleg hálás lehetek, meg a gyerekközösségünkért, meg a megértő szülői közösségért is, tehát hogy ezt most nem azért mondom, mert hogy most itt a tévében ilyen szépeket mondjak, hanem tényleg úgy érzem, hogy amit beszéltem, hogy kommunikálunk, hogy beszélünk, hogy van idő és lehetőség arra, hogy a szülőnek, ha problémája van, mert nem győzöm elmondani, hogy igenis a negatív kritikát el kell mondani, meg kell beszélni, mert mi akkor fogjuk csak tudni. Tehát attól, hogy esetleg ők a fájdalmukat kibeszélik mondjuk az öltözőbe, vagy éppen az egyik barátnőjüknek, attól mi még ezt nem fogjuk tudni, nem fogjuk orvosolni, tehát hogy ezt mindenképpen próbálják megérteni. Nyilván az is nehéz, hogyha én most kimondok valami negatívumot, akkor azért a felnőttek agya ugye máshogy működik, tehát akkor azért ez nagy megtorlás lesz a gyermekemen, vagy majd akkor az óvónéni máshogy fog rá nézni, tehát hogy ezt tényleg itt a nagy plénum előtt is szeretném mondani, és azt gondolom, hogy egyébként nem csak az óvónénik, hanem a tanítónénik és tanárnénik, tanárbácsik, tanítóbácsik nevében is, hogy ilyen nincs. Tehát a mi hivatásunk a gyerekekről szól,
ha negatív kritika ér minket, ha pozitív, akkor is. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként most is azt mondom, hogy a legszebb hivatás a miénk. Úgyhogy, és azt érzem, hogy ezt visszük tovább, és ebből csak tényleg a nyugdíjas évek fogják majd azt jelenteni, hogy na most itt a vége. Péter, pedagógus választás, pedagógus hivatásra esett a választás. Miért? Zéró tudatosság. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy lehet, hogy a látszat ezt mondja, szerintem a látszat sem, de ha mégis valakiben ez a látszat lenne, hogy én nagyon tudatos vagyok, hát nem. Az a helyzet, hogy én annak idején, mikor középiskolás voltam, és ezért is nagyon megértem a kamaszokat, most volt egy esetünk, és elmondtam, hogy én annyira utáltam kamasznak lenni. Én azt se tudtam, mi akarok lenni. A Vám és pénzügyi érségre, a színművészetére, képzőművészetére és a Nyíregyházára, a történelem népművész szakra is beadtam a felvételi jelentkezésemet, egy skizofrén állapot volt ez természetesen. De aztán ugye a sorszerűség ugye meg szokta oldani a dolgokat, az ember jelleme, természete ugye előbb-utóbb vezeti ugye a testet. Gyakorlatilag az én nagymázdim ugye az volt, hogy nem vettek fel sehova, illetve a Vám és pénzügyi érségre fölvettek, a színművészetére nem mentem el, képzőművészeti meg az első fordulón kiestem, de levelező szakra, népművelés szakra, Nyíregyházára fölvettek. És ez alatt az év alatt én dolgoztam a Máté Szalkai Művelődési Ház és Színházban, az ifjúsági részlegen, és természetesen szakköröket és nyáron pedig táborokat tartottam, gyerekek közé kerültem ilyen formán, és így jött az ötlet, hogy akkor én beadom Zsámbika meg az összes tanítóképzővel, mert nyilván ebben sem állapodunk meg egyben, aztán majd valamelyikből majd választok, és így esett ugye a legtávolabbi, egy nagyon-nagyon szép villányi vidékre, Szekszárdra választásom. Innentől kezdve ez már ugye a történelmnek egy másik szakasza, és én még, hát nem igaz, mert most én mindig azt mondtam, hogy én még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy még választhattam iskola, és kerestek, de most már megint ugyanez a helyzet van. Szóval akkor még az volt, hogy a Kossuthban voltam gyakorlaton, nagyon szerettem ott lenni. Úgy éreztem, hogy szerettek is, de mivel ugye alapvetően a vizuális kultúra volt a műveltség területen, kaptam két megkeresést a Munkácsiból is, és a Tolnaiból is. Akkor a Tolnai utcai volt ugye a mai Bori, és Horváth tanár úr azóta is nagy tisztelettel tartom számon pedagógus körökben. De hát valahogy a Laki Istvánnal való találkozáson meghatározta, eldöntötte, hogy akkor végül is a Munkácsiba költözöm. Ugyanakkor meg közelebb is volt a lakásomhoz. Tehát innentől kezdve pedig, ha azt lehet mondani, hogy ha valaki mindenhez hozzászól és beleszól, akkor töretlen a pályája arra, hogy előbb-utóbb azt mondják, hogy hát akkor, akkor mi lenne, hogyha ha már így belesodoltad magad, akkor vállalnál egy megbízást. Mert hogy jogi státuszunk szerint ugye mi pedagógusok vagyunk intézményvezetői megbízással, tehát mi alapvetően pedagógus munkakörben vagyunk. Az, hogy intézményt vezetünk, az egy plusz papír és egy plusz pótlék hozzá. Úgyhogy ennek megfelelően szoktam fölvenni a kerámia műhelybe a köpenyemet, meg a munkásztipőmet. Tehát ezt azt szoktam mondani, hogy nem születik senki annak. Vannak született vezetők, de alapvetően én nem az vagyok. Ez egy állapot, majd túl leszünk ezen is egyszer, és majd remélhetőleg visszakerülök a frontvonalra. Arra a frontvonalra, ahol most az elmondottak alapján tényleg el tudom mondani, hogy iszonyatosan komoly munkát végeznek a kollégáim. Hatalmas türelemmel, nem mondom, hogy nem borulnak ki, tudjon róla mindenki, de kiborulnak, nagyon nehéz helyzetben vannak, nagyon sok munkaórában dolgoznak, és azt gondolom, hogy mindezt a színvonal rovása, tehát nem megy a színvonal rovására, tehát magas színvonalon, nehéz körülmények között csinálják azt, amit békeidőben egyébként elvárnak mindenkitől. Andrea, hát néhány éve tudtuk meg azt, hogy intézményvezető lettél, illetve akkor majd mondd el, légy szíves, rendesen a titulus, mert én nem tudom olyan szépen megfogalmazni. Viszont ugye lehúztál egy olyan 30 évet a sürgősségi osztályon, és hát ugye az egészségügyben urológia és a többi, picit mesélj erről, mert hogy azért én úgy tudom, hogy te nagyon sokat tanultál, és tettél is azért, hogy ebben a szakmában is például egy elismeréssel is gazdagodtál, nem is olyan régen, és aztán azóta meg valahogy így levetted ezt a köpenyt, és bár zöld van rajtad most is, de azért most már inkább a pedagógus a hivatásod. Én ebben az iskolában nőttem fel, tehát én a Bugárból indultam, 92-ben végeztem, és akkor
elmentem a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházba, ahol az akkori ápolási igazgatónő azt mondta, hogy két választásom van, gyerekosztály és az urológia. Egyet tudtam, hogy a gyerekosztályra semmiképpen nem szeretnék menni. Sokat voltunk ott gyakorlaton, nagyon szeretem a gyerekeket, de azt, hogy bármilyen beavatkozást, akár egy injekciót adjak bármelyik gyereknek is, az úgy nagyon távol áll tőlem. Úgyhogy inkább választottam az urológiát, amiről úgy annyira nem voltunk ott gyakorlaton, és annyira úgy nem tudtam, hogy milyen az osztályot. Eltöltöttem 13 évet, és ez alatt az idő alatt is folyamatosan ott tanultam, tehát már az oda érkező tanulókat az akkori főnővérem rám bízta, gyakorlatok vezetése, illetve ott a gyakorlatok megtanítása, vagy betanítása kapcsán, ez így most nagyon csúnya szóval, de ott már foglalkoztam tanulókkal. Ezután az egészségügyi főiskolát, amikor végeztem, akkor tanárom volt az akkori sürgősségi osztálynak az osztályvezető főorvosa, aki megkeresett azzal, hogy szeretné, hogyha elmennék erre az osztályra főnővérnek. És hát az urológia az ugye egy sebészeti jellegű szakma. Én azt mondtam, hogy sebészlány vagyok, nekem a belgyógyászat, és ugye hát ez a sürgősségi osztály a traumatológián kívül volt, tehát csak belgyógyászati, ez a... Igazán idézőjelben mondom a csak belgyógyászati eseteket, mert ugye a traumatológiai esetek a sürgősségi traumára mentek, hogy ez így nagyon távol állt tőlem, de aztán elfogadtam ezt a felkérést, és megpályáztam ezt az állást, és 16 évet dolgoztam így osztályvezetőként a sürgősségi osztályon, főnővérként, de már ott is... Már az elméleti oktatásba is részt vállaltam, akár a kórházban szervezett oktatás során, illetve több mint 10 éve óraadóként dolgoztam a Bugádban. És hát nagyon szerettem, és szeretek oktatni most is. Én is a kötelező órákon túl is vállalok oktatást. Nagyon szeretek a felnőttekkel is foglalkozni, nekik átadni azokat a gyakorlati tapasztalatokat, amelyeket én megszereztem a sok-sok év alatt. És hát így kerültem vissza a Bugárba. Azért te ott elég sok mindent láttál, gondolom, itt a sürgősségi osztályon. Egy hihetetlen munka, amit én így ezt képzelem mögé. Hogy ezt mennyire volt könnyű feladni, és hogy most ezt tudom, hogy csúnya kérdés, de most melyiket szeretted jobban? Tehát melyik az, nyilván most a helyeden vagy, tehát gondolom, hogy ez az, ami most így téged örömmel tölt el, de azért nehéz lehet visszagondolni erre a sok évre. Hát 30 évig az ápolást szerettem a legeslegjobban, és amikor így bekerült az életembe az oktatás, akkor elkezdtem az oktatást is nagyon-nagyon megszeretni. És eljött az a változás az életembe, amikor azt mondtam, hogy említetted, hogy sok-sok mindent láttál ott, és sok-sok nehéz esettel találkoztál, amit nem tudtam mindig hazafelé menet a kapuba letenni. Hazavittem, és valószínűleg ez a kor előre haladtával van így, hogy egyre inkább hozzám nőttek bizonyos betegek, bizonyos esetek, amelyeket nem tudtam letenni, hazavittem, és nagyon sokat gyötrődtem ezen, főleg, ha olyan esetről volt szó, ami esetleg nagyon rossz kimenetellel zárult. Fiatalok esetében például ezek nagyon megviseltek, és akkor fordult meg bennem az, hogy két nagyon fontos dolog van szerintem az emberek életében, az egyik az egészségük, a másik pedig az oktatás, ami mindenki életében ott van, és úgy gondolom, hogy az örökre a szívem csücske marad az egészségügy, az ápolás, a másik szívem csücske a sürgősségi ellátás, de most már teljes odafordulással vagyok az oktatás felé, és próbálok itt teljesen úgy helytállni, ahogy 30 évig tettem azt a kórházban. Akkor innentől meg már csak jó szakemberek jöhetnek ki a szárnyaid alól. Bízom benne. Nagyon a műsorunk végéhez közeledünk. Egy-egy mondatban tudom, hogy nehéz lesz, de próbáljuk meg megfogalmazni azt, hogy nektek az, hogy erre a pedagógus pályára léptetek, mit jelent?
Mert hogy azért elég sok mindent, nem is akarok ebben most belemenni, hogy sok-sok probléma van manapság itt a pedagógusok között, de mégis valamiért ezt a hivatást választottátok, ide kerültetek, és csináljátok, és valaki éppen ide jön más területről. Mit jelent nektek ez, hogy pedagógus? Mondjuk ez a szó. Vagy mit ad? Én inkább az érzést mondanám el, meg nyilván mi azért még mindig óvónénik vagyunk, és nem pedagógusok elsősorban. Ez most a szónak a nagyon pozitív értelmébe. Tehát azt tudom mondani, hogy mindent. Tehát, hogy tényleg az érzelmektől, az élmények átélésén keresztül, tehát, hogy attól függetlenül, hogy az embernek lesz családja, meg lesznek gyerekei, akkor is azt gondolom, hogy én az óvodában lévő gyerekeimet is a mai napig a sajátjaimnak érzem, és hogy ez egy nagyon-nagyon nagy töltést ad. Meg talán gondolom, hogy mindegyikünkben benne van a segíteni akarás, meg hogy tenni a többiekért, tehát hogy a gyerekekért is, és a felnőttekért is. És nyilván, hogy ez a személyiség, hogy ugye nyilván nem minden emberben van meg. Tehát, hogy ezt nem csak mondjuk, hanem ez tényleg így van. Uh-huh. Ez egy életforma szerintem. Tehát ezt nem lehet letenni, ezt a aktatáskát, amikor hazamentem. Tehát ez ezzel járt. Tehát ez hétfőtől vasárnap éjfélig, és onnantól kezdődik előről. Folyamatosan jár a Berkeley, és a természetesen nyilván ez sorszerűség is egyben. Tehát aki nem így kerül a pályára, hanem kényszerből kerül a pályára, az egy idő után ezt el is fogja hagyni. Uh-huh. Andrea? Visszatérek egy kicsit az előző témához, hogy próbálom egy mondatban összefoglalni, hogy nekem, én nagyon szerencsés vagyok, hogy azt a hivatást, amit én így elképzeltem egész életembe, azt felváltotta egy olyan, ami teljes egészében tudja pótolni számomra azt, amit ott átéltem minden nap. Ugyanúgy, ahogy Adri mondta, a szeretet, ami a segíteni akarás, ami bennünk van, szerintem az így jön, és ezt adja, hogy itt vagyunk ezen a pályán. Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kívánom nektek, hogy sokat tudjatok még adni ezen a pályán, sok-sok kis embernek, meg nagyobbnak. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ahogy láthatták, igazi pedagógusokat láthattunk a mai műsorban. A nálatok Mizu most egy időre elköszön, nyári szabadságra megy, de maradjanak velünk mindig két hetente pénteken, hiszen a legkedvencebb adásainkkal jövünk azért a nyár folyamán is, és augusztusban találkozunk. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.